Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna Green Hell sorozatának, az alapjátéknak legalábbis utolsó része. A jó befejezést fogjuk megszerezni azzal, hogy megcsináljuk az ellenszert, és visszavisszük Miának, meg az embereknek, és ezáltal megmentünk egy jó pár embert. Na szóval, mi kell az ellenszerhez? Az ellenszernek volt egy-két ilyen, nem tippje, hanem ilyen rávezető része. Volt egy-két beszélgetés, de a leginkább, ami rámutat arra, hogy mi az ellenszer. Két dolog. Az egyik az, hogy van egy kép a játék elején, meg majd, hogyha itt megyünk tovább, a táborunkba vissza. Most hirtelen nem tudom, hogy megvan-e nekünk. Itt van. Igen, itt a táborunk. Ha ide visszamegyünk, akkor látni fogunk, láthatnánk egy ilyen képet arról, hogy a Jabahuaka, az a törzs, ez egy békának a mérgét használták, és azt fecskendezték bele, vagy nem fecskendezték, így bele a sebükbe, így beleöntötték a gyerekeknek. És ezzel állítottak maguknak mérgek ellenállást elő. Na most, ha ide bemennénk vissza, de most nem menjek be feleslegesen, itt van egy beszélgetés arról, hogy az egyik tudós rájön, hogy a gyerekek vérében van az ellenszer, vagy valami hasonló dologról van szó. Szóval ez a kettő, ami eléggé mutat rá. Van ezen kívül még egy harmadik is, de az már nem is tudom, micsoda volt. De mindegy, ez a kettő eléggé olyan egyértelműen megmutatja, hogy igen, a nyílméreg béka, ez itt, ez a kis ugráló békuci, az ellenszer. Na most a problémánk ezzel az egésszel csak annyi, hogy nincs nálam méreg ellenszer. Azt viszont valahonnan szereznem kell. Szóval adjatok egy rövid időt. Őszintén nem tudom, mennyi időre lesz szükségem, szóval majd mindjárt visszatérünk ide. Persze, csak akkor nem találkoztok az egész jungle-ben sehol se ilyen ellenszeres tohány növénnyel, amikor szükségetek van rá. Amúgy tudtam volna, miért nincs nálam egyáltalán? Ezt nem értem. Valahova kidobtam. Miért Ány Lilium levél van nálam? Miért nem a másik fajta? Pont direkt azért tartottam magamnál mindig egyet, hogyha sikerül esetleg kígyóba lépnem, akkor úgy ellássam magamat. Felhasználtuk volna és nem vettem volna észre. De persze, hogy nincs jó. Nézzétek, ott egy kígyó. Most annyira nem érdekelsz engem. Kajára most nem lesz szükségünk igazából. Nekem az a méreg ellenállásos növény kell. Semmi más. Semmi más nem érdekel. Oké. Időközben rájöttem valamire. Megoldja a problémánkat. Szóval, kapjuk is fel a brekit. Tak! Úgy megkaptuk a sebzést. Fájdalomcsillapítók. Ezerre belénk töltve. Megettünk két doboz fájdalomcsillapítót, és most már nem érezzük a mérgezést. Nem az, hogy jól vagyunk, nem. Most már nem érezzük a mérgezést. Mindegy. Ha a játék ezt elfogadja, akkor én rendben vagyok ezzel. Na nézzük, hogy akkor itt végig megyünk. És ide. Okay. So this goes here. Now I just need the right sample. Ide pedig mehet a béka. Ha minden igaz ezzel, akkor így meg is vagyunk. Ez szerintem nem menne ilyen gyorsan, megmondom teljesen őszintén. Ez szerintem a valóságban nem menne ilyen gyorsan, de nem baj. Mi rendben vagyunk azzal, hogy ez így megvan. This can't be true. Mia, I found it. Answer please, I have a cure. Come on. God damn it, speak to me. Nem válaszol. Nézzétek, szerintem ez az. Szerintem ez az, ami mondja. Observations on Guanabana. A small tree in the Anonaceae family. Yellow and green heart-shaped flowers. Oval fruits up to 12 inches long, weighing on average 2.2 pounds. Covered in dark green skin with soft prickles, white creamy flesh with black seeds. Distinctive characteristics, very tasty. I've collected samples of fruits, leaves, and bark. As with many other species, the natives use the guanabana fruit to make anti-parasite brews. I must repeat some tests to be sure, but so far, the evidence for antiviral, nem. Antibacterial, and even nem, antidepressant ez... properties is... Ez nem az volt. Jó, mindegy. Nem tudom, hol van az a hangüzenet, ami arról beszél, hogy a gyerekek vérében van benne. Ott van a megoldás. Már nem emlékszem. Na, viszont megvan az ellenszerünk, szóval igazából semmi nem tart vissza minket ahhoz, hogy meglegyen a jó befejezés, srácok. Szóval adjatok én 2 percet körülbelül, odaérek
helyre, és akkor jelentkezem onnan. Nézzétek meg, itt berzeg van ilyen ellenszeres növény. Amikor már nem kell, akkor itt van. Na mindegy, alapvetőleg minden Mia? Megvan egyébként. Mia, where are you? Minden Mia, adott ahhoz, hogy befejezzük a játékot újra. Na, nézzük itt a kis tűzhely kell nekünk. Tak, 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 tak. Úgy. Egy tűzszerszám. Itt a beszépen. Kaladnunk a végéhez közeledik. Úgy. Vagy ehhez még lehet vissza kell mennem a reptérre? Lehet vissza kell mennem még a reptérre. You're gonna miss them again. Mia, where are you? You'll stay here with me. Most már tudjuk, hogy miért. Again. Miért marad itt újra? Is that miért hagyta el őket? No, tehát ugye no, már nem először hívjuk fel a repteret ahhoz, hogy vigyenek haza minket. Just tell me what happened. Jó, viszont szerintem ugorjunk a döntéshez. You cured me. You gave me back hope. I could taste and smell again. I could eat without throwing up. Those were the best 6 months of my life. What happened here? Everything we do makes the tribe suffer. I sold their secrets. It's easier not to remember, isn't it? Do you even remember how you got here? Of course I do. By boat. With you. We put up a tent and... Are you sure? I don't understand. How long have you been here? Mia, you know I can't remember. Survive on your own. How long can you live with the deaths of millions on your conscience? Nézzétek, itt van a... Maybe it'd be easier to just push it all away. Ez a papír írja le igazából ezt, ez leírja, hogy forget. Elfognak egy élő békát, kinyerik belőle mérget, majd a gyermekek megégetett bőrébe kisebb adag béka mérget juttatnak, amíg immunissá nem válnak. Ez az, ami az első ilyen clue, az első ilyen rejtély felfedéséhez való, tehát hogy mi az ellenszer. És később kapunk egy ilyen ugye hangüzenetet, egy felvételt arról, hogy ugye a gyerekekben van az ellenszer. De hogy kerül beléjük az ellenszer, az a kérdés. Így. You didn't listen, did you? I don't understand. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Did you get what you wanted? No, itt is van a döntésünk. Igen. Igen. Én tényleg nem tudom. Igen, yes. Megszereztem az ellenszert. I have the cure. Nem, megszereztem Now az ellenszert. I know where to find you. Then go. What are you waiting for? Gyerünk. Vigyük haza az ellenszert.
És most nem lesz az egész rohanunk kifele, megkergülünk dolog, meg minden, hanem felkelünk itt szépen. És ha minden igaz, akkor egy célunk maradt, eljutni vissza a reptérbe. Szerez jobb mászófelszerelést? Nani? Mindegy, szerintem az valami ott bug lesz. Mi van itt? Jó, hát ezt megcsináltuk. Hát akkor vissza irány a reptér, aztán kész. Aj, merre van a legrövidebb út vajon? Tower, come in. Magától visszament. This is Jake Higgins. Mentem visszafele, és magától visszament a játék. I got what everybody's been looking for. Did I hear you correctly? Say again, over. Yes. Yes, you heard me right. I have the cure. A cure? Oh my god, are you certain? I'll send somebody right away. You know how hard it is to get permission these days? Christ. Is this really over? Just hurry. És srácok, vége a történetünknek. A Green Hell alapjáték történetének vége. Megszereztük az ellenszert, You think I'm still waiting for you? I have to believe that. Igen, hogy csak a fejünkben van. I mean, I'm only alive because of you. You know, you could always come back to me. I really hope that this won't be necessary. Úgy jön a repülőgép. Egyébként vissza akartam menni a szigetünkre egy utolsó körútra. Thank you. Goodbye, mi amor. Mi amor. Végig a Mia, akivel beszélgettünk, az végig a fejünkben volt. Ez elég biztos. Just wait for me. Na hát innentől, srácok, ez ilyen, azt hiszem, ha jól sejtem, ez ilyen nyitott befejezés. Innentől kezdve, mert nyitott befejezés. Ez a képzeletetekre van hagyva, most visszaért Miához, meg tudta elmenteni, vagy sem. Igen, ezt sose tudjuk meg, ha jól sejtem. Nem rémlik, hogy lett volna erre bármi jel, pláne ez a végén is eléggé jelezt, hogy szerinted életben vagyok, még visszaérsz hozzá, meg hasonlók. Írjátok le a komment szekcióban, mennyire tetszett a Green Hell-nek a története, mennyire tetszett nektek ez a végigjátszás. A Green Hell maga még így nem ért véget számunkra, mert a Spirits of Amazon, vagy amazóniai lelkek játékba még visszatérünk. Az egy ilyen DLC, frissítés, külön történet a Green Hell-en belül, amit teljesen ingyenesen adtak nekünk a készítők, ami számomra egyébként lenyűgöző, hogy mai napig még frissítik a játékot, és új tartalmakat raknak bele. Szerintem ez elképesztő. Ez nem mindennapi, nem minden készítő csinálja ezt. És én kifejezetten élveztem egyébként a játékot, tehát hogy annyira élveztem, úgy képzeljétek el, ma van, vagy nem is tegnap volt konkrétan a benszülöttek tesztelése rész. Mindjárt megnézem, hogy az hanyadik, 17. rész volt, azt hiszem. Szóval így van egy viszonyítási alapotok, hogy amikor kikerült a 17. rész, azután egy nappal befejeztem a játékot már. Szóval nektek ez a befejezés, ez még a jövőben van számomra. Tehát még csak a jövőbe fog kikerülni, most próbálom betölteni a telefonomon az izét. A YouTube-ot, de nem tölti be. Mindegy, így nagyjából tudni fogjátok. A benszülöttek tesztelése ez a rész az. No, kapibara was harmed. Na nézzük, hogy lesz-e valami kredit utáni dolog, vagy vissza a menübe. Igen. Tudjátok mit? Nem így indítom el. Itt van. Tapasztalad meg, mi történt a történet módban bemutatott események előtt. Azoknak a játékosoknak ajánlott, akik már befejezték a történet módot. The Spirits of Amazonia. Ez lesz a következő, amit végig fogunk játszani a Green Hell-en belül. Mindjárt meg is mondom, hogy hanyadik rész volt, ami tegnap ment ki. The Green Hell. Itt van. 16. rész, nem is a 17., a 16. rész került ki tegnap. Szóval így nagyjából tudjátok, hogy mennyire ráfügtem, hogy eléggé folyamatosan ezzel játszottam. Szóval igen,
emiatt is van az, hogy a Project Zomboid például eléggé a háttérbe került. Ezt nem is tudom, hogy mennyire fog előjönni. Lehet, hogy mire ti ezt a részt látjátok, addigra már nem is megy a Project Zomboid. Mert az utóbbi időben ez most nagyon. A Spirits of Amazoniában elméletileg egyébként a történet arról fog szólni. Történet, túlélés. Ebben a végtelen módban csak a túlélési szempontokra kell koncentrálnod. Ó, értem. Szóval van egy ilyen teljesen sandbox mód. Nem hiszem, hogy neki megyünk annak, egyelőre legalábbis. Talán majd kihívások. Időalapú kihívások a túlélés szakértőinek. Nem, kihívásokat annyira nem szeretem. Na, igen, hát, ja, srácok, ha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot. Nézzetek körbe a csatornán, hát már kikerült a Spirits of Amazoniának a története, az egy külön lejátszói listán lesz. Szerintem szimplán úgy, hogy The Spirits of Amazonia, de valahogy lehet beleírom, hogy Green Hell, nem tudom még egyelőre, mert elég hosszú lenne a cím úgy. Na mindegy, szóval, ha tetszett, like, ne felejtsétek, írjatok kommentet, hogyha van bármi mondani valótok, és sziasztok! Thank you.